És akkor, ahogy már mondtuk, de még egyszer a rendkedvéért vendégünk, a Jobbik frakcióvezető helyettese Brenner Kolomán, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. És a Spirit FM szerkesztője a ma reggeli kérdezőtársunk, Toró Nikelat, akivel össze is öltöztünk véletlenül. Jó reggelt, kérdezőtársunk. Jó reggelt kívánok én is, köszönöm szépen a lehetőséget. Képviselő úr, nem volt elsietett túlzás az ön pártelnöke részéről gazdasági szankciókat emlegetni Navracsics Tiborral szembe, ráadásul olyan gazdasági szankciókat, amilyeneket Putyinra és az ő köreire alkalmaztak, itt most pontosan idéztem, hogy látja, mert hogy tegnap kompromisszumokra jutottak, úgy tűnik. Az, hogy milyen kompromisszumot kötöttek, és ennek mi volt az oka, arról szerintem érdemes majd egy kicsit részletesebben is beszélnünk. Első reakcióm az, hogy itt ugye az történt, hogy Navracsics miniszter úr okozott egy hatalmas problémát a fideszes egypárti túlhatalom azzal, amikor elkezdték a magyar egyetemi világ 80%-át átforgatni, hogy szoktam mondani, ilyen alapítványi formájú fenntartásokban. Már akkor jeleztük, hogy az, hogy aktív miniszterek és vége láthatatlan módon valóban, ahogy az előzetesben is elhangzott, gyakorlatilag időbeli korlát nélkül ülhetnek a kuratóriumba, sőt, az új tagokat is, ha esetleg valaki lemondana, a kuratórium maga választhatja ki, tehát semmilyen kontroll nincs e felett a fideszes kuratórium felett, mert valóban hát az, hogy most véletlenül egyetlen egy ellenzéki polgármester bennül egy ilyen kuratóriumban, az ilyen fenntarthatatlan. És akkor ha utána ezt a komoly problémát, ami az egyetemisták Erasmus ösztöndíját illeti, illetve az oktató kollégáim Horizon kutatási programjait, ez egyik docens kollégám nyilatkozta talán a sajtóban, hogy 20-30 évvel vetné vissza a magyar egyetemi világot ez a probléma. Tehát okoznak egy hatalmas problémát, majd most ünnepeljük azt, hogy megoldott, tehát hát nem, és ráadásul ez a történet még messze nem ért véget az én megítélésem szerint. Az pedig, hogy elnök úrunk szankciókat kívánt kivetni, hogy a kérdésre is reagál konkrétabban Navracsics miniszter úrra, az szerintem arra világít le, arra fantasztikusan cinikus politikájának a Fidesznek, hogy most is ugye arról van szó, hogy személyesen orosz oligarchátokat a magyar kormány, nem tudom mi a magyar nemzeti érdek ebben, kivetett az Európai Unió szankciolistájáról, erre egyfajta fricska volt elnök úrunk felvetése. Erre hallottam egy, bocsánat, visszaadom a szót, csak hallottam egy félmondatos indoklást, hogy az, aki például Magyarország energetikai érdekeit hatékonyan elősegíti, mint az orosz tárgyaló, egyik tárgyaló fél, azt a magyar kormány is méltányolja, és ezért vetették le a szankciós listáról. Én értem, de ha most végigmennénk név szerint ezeken az embereken, ezeken az oligarchákon, akkor ott például találunk olyan neveket korábban, mint mondjuk Kirill Pátriárka, aki konkrétan háborús uszító, bocsánat, nem tudom másképp nevezni. Tehát, hogy abban mi a magyar nemzeti érdek? Hát abban nem. Egy másik érvelés, az meg még tavaly év végéről meg úgy szólt, hogy a kommunikációs csatornákat szeretné például Szijjártó Péter nyitva hagyni, mert hogy béke csak úgy lesz, ha van tárgyalás, és ezek a szankciók meg ezt ellehetetlenítik. Értem. Még egyszer, orosz oligarchákkal szerintem nem kellene tárgyalni egy felelős magyar miniszternek, és ha a kommunikációs csatorna két kormány között szerintem megvan arra a klasszikus diplomácia eszköze, amit persze a fideszes egypárti túlhatalom az elmúlt 13 éve gondosan leépített már sajnos a külügyminisztérium, ezt mint a külügybizottság alelnöke is mondaná. Még csak egy kérdés ide az Erasmushoz, hogy a kormány ugye azt mondta, hogy ők meglepetésre fogadták, hogy itt aggályokat vetett fel a bizottság, de úgy látszik, hogy a K-Monitor szúrta ki, hogy decemberben már módosítottak a költségvetésen, és 1 milliárd forintról 7 milliárd forintra emelték az ösztöndíjakra biztosított keretösszeget. Hogy látja ez, mi motiválhatta, itt különböző egymásnak ellentmondó érvelések érkeztek? Szerintem az bizonyos, hogy erről tudott a magyar kormány. Tehát nem csak a levél miatt, hanem eleve azt szerintem, hogy egy jogállamisági eljárás keretén belül ez a kuratóriumi rendszer, amit az előbb már viszonylag részletesen elmondtam, nem felel meg egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában szokott fenntartási rendszernek. És nem, ez nem az, amit a nyugat-európai országban mindig szoktak felhozni példaként, mert ott mondjuk egy politikai tisztséghez van kötve az, hogy kiül benn mondjuk egy német egyetem kuratóriumába, a mindenkori berlini főpolgármester mondjuk bennül egy egyetem kuratóriumába. Ami, és ha már nem ő a főpolgármester, akkor az új ember ül a helyére.
Tehát itt ez nem állja meg a helyét, ez az érvelésem. Hát én azt gondolom, hogy itt az egész rendszerrel van, kezdettől fogva nekünk problémánk, mert a mi konzervatív politikai közösségünk, jó magam az Európa Tanács jelentéstel jövővel voltam az akadémiai szabadság és egyetemi autonómia témakörébe, mi kezdettől fogva jeleztük, hogy ez nem jó. Én benyújtottam a törvényjavaslathoz is mindig a módosításaimat, hogy ex officio hivataluknál fogva a kuratórium tagjai legyenek az egyetem választott vezetői, illetve a hallgatók képviselői. Ezt is lesöpörték. Tehát kezdettől fogva ez sok sebből vérzik, ez a fenntartási rendszer, és most ez a politika veszélyeztette, még egyszer mondom, mind az egyetemi kutatók, mind az egyetemisták ösztöndíjait, és mondom, ennek a dolognak nincs vége, mert a jogállamisági feltételrendszernek az én véleményem szerint, ha most kivesszük az aktív minisztereket a kuratóriumon, ez még mindig nem fog megfelelni szerintem. Mi lesz a legalsó szint vajon az unió szempontjában? Mert ugye ezt Navracsics Tibor is mérlegelte, hogy akkor mi fér bele és mi nem. Miniszterek nem, valószínűleg államtitkárok nem, egy sima országgyűlési képviselőség. Szerintem itt fog megállni, igen, szerkesztő asszony, vagy egy polgármesternél, mert azt, hogy mondjam, azt így brüsszeli szemüveggel nézve, ha szabad így fogalmaznom, az egy legitim történet, hogy egy helyi közösség megválasztott vezetője az abban a városban működő egyetem mi kuratóriumba beül, szerintem itt fog ez megállni, szerintem. Önmagában egyébként az, hogy ebben a történetben ilyen hamar és ennyire engedékenyen reagált a kormány, előrevetíti azt, hogy a többi úgynevezett szupermérföldkő tekintetében is hamar lesz megállapodás, és teljesítjük az elvárásokat? Hát ha nincs, akkor nincs pénz. Tehát itt egy nagyon komoly kényszerhelyzetbe került, különösen a felújítási alap valóban 27 szupermérföldköreiről beszélünk. Itt ugye az Országos Bírói Tanács jogköreiről is szó van, és így tovább. Azt is már benyújtották ezeket a módosításokat. Így van, majd az ördög a részletekben rejlik, mint eddig ezeknél a törvényjavaslatoknál mindig, de igen, itt ugye mozdulniuk kell ahhoz, hogy megkapják az európai uniós forrásokat. Itt is leszeretném még egyszer szögezni, hogy a Jobbik felelős konzervatív pártként minden ilyen törvényjavaslatot eddig is megszavazott, tehát az eddigi 17-et is megszavaztuk mindig, és most is meg fogjuk szavazni, mert az európai uniós források járnak a magyar polgároknak, ezt mi mindig elmondtuk. Az egy más kérdés, hogy a rendszer, az egypárti túlhatalom rendszer eresztékeit ezek az engedmények sajnos nem fogják megrengetni. Az agrárminiszter azt mondja, hogy mindeközben pedig az agrárpénzek azok tulajdonképpen hát özönvízként jönnek Magyarországra. 59 milliárd forintot utaltak ki a múlt héten 128 ezer főnek, és azt ígéri a miniszter, hogy kiszámítható lesz a rendszer. Az agrártámogatások valóban kiszámíthatóak. Ugye a 7 éves költségvetési ciklus nagy részét azt gyakorlatilag korlátozás nélkül lehívhatja hazánk, az agrárium ilyen rész ebből a szempontból. Ugye a bizottság csak körülbelül valamilyen kevesebb, mint egyharmadát a 7 éves költségvetési ciklusban hazánknak járó pénzeknek zárolta átmenetileg a jogállamisági eljárás kapcsán. Valóban, tehát a kohéziós alapok nagy része az normál üzemmenetben, így az agrárium is működik. Más belpolitikai témákat? Nekem lenne, de... Még csak egy kérdés ide, ugyanígy a közhasznú alapítványok, hogy ugye sokszor az egyetemekről beszélünk legtöbbször, de azért más közhasznú alapítványok is működnek. Van-e önnek arról tudomása, hogy más típusú alapítványoknak vannak-e finanszírozási problémáik, vonta-e meg esetleg az Európai Bizottság tőlük a támogatást? Erről nincs tudomásom, ott azért általában a többi, a nem egyetemi fenntartású közalapítványok, azok általában ilyen vagyonkezelői funkciót látnak csak el. Arra úgy komolyabb rálátásom nincs, hogy milyen európai uniós források jöhetnek oda, szerintem ott elég kicsi a jelentőség. Őket az is ugye a közbeszerzési törvény alá kellett bevonni, hogy ők is vegyenek részt a közbeszerzésekben, tehát erre kérdezem, hogy ilyen aggályok merültek-e fel. Én nekem erről nincs tudomásom, bár azt hozzáteszem, hogy a közbeszerzések például, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés az egyetemi világnál is. Mert ugye éppen az alapítványi formáról én mindig el szoktam mondani, hogy alapvetően az alapítványi forma nem ördögtől való. Egy kis egyetem néhány szakkal, amely alapítványi formában mondjuk működik, Andrássy Gyula német nyelvű egyetem, konkrét példa Budapesten, az teljesen rendben van. Nagy tudomány megy egyetemeket, viszont a kontinentális Európában, nem az angol szászvilágban, hanem a kontinentális Európában, ami versenytársainkat, Bécsi Egyetem, Prágai Egyetem, azokat mind
az állam tartja fenn, és kiemelten finanszírozza őket, és például a közbeszerzési törvény hatája alól ki kellene venni az állami fenntartású egyetemeket, és nem kell alapítvány formába őket átrakni ahhoz, hogy normálisan tudjanak gazdálkodni. Szóval én akkor váltanék egyet, méghozzá Debrecen irányába, mert hogy ugye tegnap kiderült, hogy már 3 népszavazási kezdeményezés kering a nyilvánosságban, ugye ebből 1 országos az LMP, 2 pedig helye a Momentum és a Mi Hazánk mozgalmi. Hol van ebben a történetben a Jobbik, és valamelyik mögé, ha átmegy az illetékes helyi vagy nemzeti választási bizottságokon, átmennek ezek a kérdések, akkor támogatják-e? Nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a Mi Hazánk mellé beállnak majd aláírás gyűjteni, de lehet, hogy okoz valami meglepetés, szóval, hogy mi a Jobbik stratégiája ebben a kérdésben. Ugye a mi politikusaink, Keresztesi Gergő konkrétan éppen ma fog Zékárpád Dániel képviselőtársammal ebben a témában sajtótájékoztatót tartani. Folyamatosan ott vagyunk, sőt, ma például a komáromi akkumulátorgyár ügyében van közmeghallgatás Komáromban, ahol a Jobbik politikusai ott lesznek ma reggel 8-tól, ha jól vagyok informálva. Tehát mi ezeket az akkumulátorgyáras felvetéseket nagyon komoly aggálynak tartjuk, egyrészt a környezetvédelmi szempontok miatt, hiszen mi konzervatív pártként egyrészt tudjuk, hogy egy modern autógyártási technológia az nem ördögtől való, és az munkahelyeket teremt, és így tovább, de a helyi közösségek véleményét ilyenkor mindig figyelembe kell venni. Tehát nyilvánvalóan az, hogy most egy konkrét népszavazási kezdeményezés az hogy fog és milyen dinamikában aztán végrehajtodni, nyilvánvalóan egy népszavazási kezdeményezés, ami arról szól, hogy a helyi polgárok kifejtsék a véleményét, azt mi mindenképpen támogatjuk. Az, hogy most ez milyen pártokhoz kötődik, az pedig nyilvánvalóan ez megszabja majd, hogy tudunk majd ebben a... Momentumét, igen, Mi Hazánkét nem? Mondjuk. Én most nem, tényleg hadd ne más ellenzéki pártokkal, illetve a Fidesz-es szatellit párttal. Önök nem adtak be ilyen kérdést. Most persze azon lehet. Igen, most adjunk be mi is egyet, és akkor mi is majd a tévében elmondhatjuk, hogy mi is beadtunk egyet. Én ezt sokkal komolyabb témának tartom, szerkeszt az, hogy minthogy most így pártlogokról vitatkozunk. Hát különösen egy helyi önkormányzatnál, ahol ugye a Jobbik véleménye az, hogy semmi köze ne legyen a pártlogoknak, akár csak az önkormányzati választásnál sem. Aláírásgyűjtésben például segíthetnek. Természetesen bizonyára fogunk is, meg már, ahogy említettem, most is ott vagyunk, és folyamatosan egyeztetünk a polgárokkal. Ez az egész akkumulátorgyár egyébként egyfajta ilyen állatorvosi ló egyébként az én szememben a fideszes iparfejlesztési és gazdaságfejlesztési, hát átfogó gazdaságpolitikának. Ők ugye mindig azt csinálják, hogy egyrészt ugye alacsonyan tartották a magyar munkavállalók bérét, az volt egy versenyelőnye hazánknak, és így csábítottak ide úgymond befektetőket. Most pedig, mivel lassan ez a bérelőny kezd azért elfogyni, ezért most a környezetvédelmi és a munkavállalói jogok további megnyírválásával próbál az Orbán kormány aztán befektetéseket hát idehozni, ami egy rendkívül veszélyes tendencia, mi véleményünk. Gyorsan még egy téma, hogy ugye a parlamentet azt foglalkoztatja, hogy az országgyűlést, hogy az igazságügy miniszter létrejötte az a találkozó vele, amelyet Sadl György és Völner Pál beszélget, hogy erre szükség volna. Vizsgálóbizottság ötlete is felmerült, frakcióvezető helyettesként ezt hogy látja, milyen eszközeik vannak, hogy ezt kiderítsék? Igen, hát ugye ez a vizsgálóbizottságnak a létrehozása, az sajnos a kétharmados parlamenti többség tudatában szerintem eléggé sajnos nem fog létrejönni ugye az eddigi tapasztalatok szerint. Maga az egész ügy, hát már nagyon korán, amikor ez az egész Sárl végrehajtói karos történet kiderült, én magam személyesen is felszólítottam a miniszterasszonyt, hogy azonnal mondjon le. Tehát ez egy normálisan működő polgári demokráciában, ha csak egy ilyen kiszivárgott felvétel mondjuk megjelenik, hogy másnap az az illetékes miniszter benyújtja a lemondását. Szerintem most is ez lenne a tisztességes, és hogy ez most tovább még hogy van felgöngyölítve, hogy Sárl, Völner, Varga, Orbán, hát ugye ez a következő szint. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon aggályos történet, és nekünk minden eszköz meg kell ragadni. A parlamentben sajnos ezek a vizsgálóbizottságok egy néhány évvel ezelőtti módosítások miatt már nem tudják sajnos azt az ellenzék számára biztosítani azt a módszert, amivel a Fidesz egyébként ellenzékben nagyon sokszor annak idején megélt sajnos. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.